A hideg estékre, éjszakákra már sok lakásban, házban befűtöttek. Fontos, hogy a fűtőberendezéseket évente átvizsgálják, kitisztítsák a szakemberek, és figyelni kell a kémények állapotára is. Így elkerülhetjük az őszi-téli fűtési szezonban a tragédiákat. Javasoljuk, hogy az ingyenes lakossági kéménysepréssel mindenki éljen, ezt a Fejérvár megyében a katasztrófa védelem végzi. A társasházakhoz az év elején közzétett sormunkaterv alapján automatikusan érkezik az előre megadott időpontban a kéményseprő, míg a családi házakban élőknek, tehát azokban a családi házakban, ahol nincsen gazdasági társaság, sem KFT, BT, sem egyéni vállalkozás, ott az ott élőknek előzetesen időpontot kell egyeztetnie a katasztrófa védelem kéményseprőivel. Ezt megtehetik online ügyintézés formájában a kéményseprés.katasztrófavédelem.hu oldalon, vagy telefonos ügyintézést előtérbe helyezők a 1818-as telefonszámot hívva. Szabó Bisztric Anett felhívja a figyelmet a füstérzékelők használatára, hiszen, mint mondja, Fejérvár megyében idén már 183 lakástűz volt, egyik otthonban sem volt ilyen eszköz. A tűzesetek során 13 otthon vált lakhatatlanná. Ezek a készülékek már a tűz kezdeti fázisában a legkisebb füst esetén is jeleznek hangos sípolással ekkor. Még van idő eloltani a tüzet, de mindenképpen van idő kimenekülni és segítséget kérni. Sajnos az a tapasztalat, hogy a lakástüzek áldozatai leggyakrabban egyedül élő idős emberek. Éppen ezért javasoljuk, hogy az ő részükre olyan füstérzékelőt válasszuk, ami a hangos sípolás mellett egy automatikus jelzést is küld a hozzátartozó okostelefonjára. A szóvivő hozzátette, Fejérvár megyében idén már 11-en sérültek meg lakástűzben, egy ember életét vesztette. A lakástűz esetén a legnagyobb veszélyt a keletkezett füst belélegzése jelenti. Ezekben a hónapokban a szénmonoxid mérgezések veszélye is megnőhet. Nyílt lánggal égő fűtőberendezésnél keletkezik szénmonoxid. Hogy ne történjen tragédia, állandó automatikus szellőzésre van szükség, és szénmonoxid érzékelő használata ajánlott.